Mert? Hát, jól érezzük magunkat. Gyereknap van, mi is örülünk neki, hogy újra gyerekek lehet. Egyébként ilyen pünkösdi igazság van, olyan nyitott pincék vannak. Szlogán, három gazda, három pince, egy család. Fiataloknak egy szórakozó helyet építettünk, illetve szalonnasütő, gyereksarok, játszótér, a focipályát, vagy a kapukat nem osztam el a pályáról, mert elfelejtettem. Arcfestést csinálnak a lányok, lehetne sakkozni, meg kártyázni. Szerintem azok a szerencsések, akik éppen vagy gyalog tudnak jönni, vagy van sofőrjük. A lányok az Eszter nagyon sok minden jót csinál, kürtös kalács, bruszkettát, hidegtálakat jól összerakta. A borokat talán mondhatjuk azt, hogy jók. Mindenki megtalálhatja az ízvilágát, szomszédban vagy egyel arra, a család kis pincén és egy családi pincénél meg tudja találni. Én úgy gondolom az ízvilágát. Legyen, kicsit engedjük el magunkat, mert a gyerekek tudnak, itt nem fognak elveszni, nem fognak ki menni az autók elé, mert egyébként sem annyira forgalmas, de mivel hogy beljebb vagyunk egy zárt részen, úgymond, tehát nyitott, de zárt részen. Ami még mondjuk jó lenne, hogyha mindenki egyet fattyazna egy sort, igazolsz, mert itt azért lenne munka bőve, de az se baj, ha most nem dolgozunk, majd jövő héten behozzuk a lemaradást. Hidegtálak vannak, vannak borkostolós menük, kürtös kalácsot lehet sütni magának az embereknek. Igen, kisfiam, mondjad, gyere! A bruszkettát? Hát nem tudom, aki megeszi. Kérdezz meg a Misit, hogy szeretne enni, Alofs, Móniék. Ja, meg a Dávidékhoz. Kértek még bruszkettát? Akkor nem. Mama is fölülírta apának a rendelkezését. Mi a helyzet, Boti? Hamarosan meg lesz a lépcsőben, igen. Igen. Tehát különböző fázisokban vagyunk. Egy pillanat. Te, kisfiam. Igen. Vagy te vagy itt a fölön. Meg te úgy látom téged, hogy yeah.
make me wanna be something. Wanna be something.